Kisvárdán több mint 25 éve van jelen az adóhivatal ügyfélszolgálata. Eddig önálló épületben volt lehetőség az ügyintézésre. Ezentúl azonban a helyi kormányablakban várják az ügyintézők az adózókat. Az újonnan nyílt ügyfélpont első ügyfele Sesták Miklós volt. A nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, a kormányablakokban működő NAV ügyfélpontok kialakításakor a lakosság érdekeit tartotta szem előtt a kormány. Mi megpróbáljuk a közigazgatást, az államigazgatást, az ügyintézést lehozni olyan szintre, hogy a adózónak, az állampolgárnak sokkal egyszerűbb, könnyebb és rugalmasabb legyen. A kisvárdai járás Nyíregyháza után a legnagyobb NAV kirendeltség a megyében. Több más járásból is érkeznek ide ügyfelek. Tavaly évben mintegy 16 ezer ügyfél fordult meg Kisvárdán. Ezeknek az ügyfeleknek a 68%-a érkezett a kisvárdi járásból, és nagyon nagy számban érkeztek az Áhonyi, a Vásárosnaményi, sőt kisebb mértékben még a Kemecse és Baktorbantházi térségből is. Tavaly már 4 millió 800 ezer magánszemélynek készítette el adóbevallási tervezetét az adóhatóság. Ettől az évtől újdonság, hogy a személyi jövedelem adóbevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül készíti el a NAV, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adó megállapítást. Az adó bevallási tervezet azonban csak egy ajánlat, azt át kell nézni, ki kell egészíteni, képben kell lenni, jár-e kedvezmény, ellenőrizni, volt-e más forrásból származó bevétel, elszámolható költség, ami a tervezetben nem szerepel. Ennek intézésében nagy szerepet kaphatnak az ügyfélpontok. Kisvárdán most megnyílt NAV ablak helyszínnek, ugye, ahol a kormányablakban végeznek a munkatársaim ügyfélszolgálati tevékenységet. Azért is van jelentősége, mert az állampolgárok, ugye az adózók, magánszemélyek, hogyha befáradnak, akkor a kollégák itt is segítséget tudnak nyújtani számukra a személyi jövedelemadó bevallásukban. Meg tudják tekinteni, de hogyha valamilyen kiegészíteni valójuk van, mert például bérbeadják a lakásukat vagy az ingatlanukat, ugye ezeket nem tartalmazza, ezeket a jövedelmeket a bevallás, hiszen erről nem szerez információt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, akkor a kollégák természetesen segítenek nekik a bevallás ilyen adatokkal való kiegészítésében is. Az új ügyintézési helyeken számos egyéb szolgáltatás is elérhető az ügyfelek számára, így többek között beadhatják beadványaikat, kérelmeiket, tájékoztatást kérhetnek adófolyószámlájuk egyenlegéről, illetve lehetőség nyílik igazolások kiadására is. Az adóügyekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal tovább bővült a kormányhivatalokban intézhető ügyek száma, de nagy könnyebbség az is, hogy több, egymással összefüggő ügy esetében nem kell külön hivatalokba menni, így gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés is. Ha csak azt megnézzük, hogy a kormányablakok létrehozatala előtt 29 ügytípus lehetett intézni az okmányirodákban, jelen pillanatban pedig közel 1500 ügyben fordulhatnak az állampolgárok a kormányablakhoz, akkor én azt látom, és elmondhatjuk azt, hogy nagymértékben, hogy ezek a célok teljesültek, és nagymértékben kibővült az ügyintézésnek a lehetősége. Korábban sok helyre kellett szaladgálni, rengeteg időt, energiát vett el mindenkinek a családjától, a munkájától egy-egy ügynek az elintézése, ma már egy helyen lehet kezdeményezni. Kisvárda mellett Záhonyban is új NAV ügyfélpont nyílt a helyi kormányablakban. Itt újdonság, hogy eddig nem volt lehetőség helyben intézni az adóügyeket, viszont a jövőben már 3 nap is lehetőség lesz erre. A két új ügyintézési helyjel 6-ra nőtt a megyében a kormányablakokban elérhető NAV ügyfélpontok száma, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Ibrányban és Nagykállóban működik még hasonló.